van. A legjobb éveimet elfelejtettem megélni. Próbálkoztam, meg végignéztem, de valahogy nem voltam benne. Mindig azt hittem, hogy ez még nem az, hogy ennél még lesz jobb. Ez még mindig nem az, és aztán... aztán valahogy elmúlt. És az az igazság, hogy ezt nem lehet visszatekerni. Érted? Én ezt elbasztam. Hát... sajnos, ezzel nem vagy egyedül. És ezért vagy itt? Azért vagyok itt, mert egy-két, mit tudom, hány napja ott voltam ezen a szar divat bemutatón, tele sznob gyökérrel, és egyszer csak észrevettem a tömegben az egyik volt általános iskolai osztálytársamat, a Kürtös Csabit. Ő most már doktor Kürtös. És akkor így odajött hozzám, és akkor elővett egy fényképet. De nem ám ilyen elektronikus szart, hanem ilyen igazi papírképet. És akkor megláttam magam 11-12 éves koromban. És az a szar, hogy azt láttam a szememben, hogy én boldog vagyok. Azt éreztem, hogy nekem semmi közöm ehhez a gyerekhez. De semmi. És akkor kiakadtam, és akkor oda szaladtam az autómhoz, beszálltam, és azt mondhatom, menjek innen a francba, de nem tudtam sehova sem menni, és akkor órákon keresztül csak sírtam. És akkor eszembe jutott ez a ház. 8-9 éves lettem, amikor itt nyaraltunk az anyámékkal. Az apám még élt. Az anyám meg még nem örült bele a lakáshitelben. Meg borsólevest főzött, meg rántott húst, és utkulmit. Az apám meg ott horgászott a stégen. És én azt éreztem akkor, hogy boldog vagyok. Egy rohadt indián fejdísz volt rajtam, meg a vadőrőt olvastam, és azt éreztem, hogy boldog vagyok. És azért vagyok itt, mert... azért vagyok itt, mert azt gondolom, hogy itt fel tudok menni ezt a fonalat. Ezt érted? Hogy vissza tudom neked. Ezt érted?